iskolánkban a nyár folyamán változások történtek. Kocsis Erzsébet asszony lett a iskola új főigazgatója, aki korábban a kollégiumot vezette. Ezt a posztot Márton Zsolt tanár úr vette át. Milyen új változások várhatóak idén az iskolában? Mind a esetleg a szabályokban, vagy programokban? Nos, hát biztos, hogy lesznek változások, a jó utat azt folytatjuk természetesen, de egy új igazgatónak azért mindig vannak új elképzelései. Ezt vázoltam fel a vezetési programomban, amit Egerbe kellett beadni. Érsek atya azt várja tőlem, hogy a katolikus intézmények együttműködését egy kicsit erősítse. Tudjátok, hogy a környékünkön sem található példa arra, hogy az óvodától az érettségiig egy egységes intézmény rendszert ölel át a katolikus nevelés. Tehát a mi arculatunkat kell szűkebb és tágabb környezetünkben is erősíteni mindenféleképpen. Változások lesznek, hiszen a külső környezet az mindig változik. Jönnek új törvények, jönnek új jogszabályok, és hát ti is hallottatok nagyon sokat erről az életpálya, pedagógus életpálya modellről. Tehát ez nyilván változást hoz magával. De változást hoz magával az a 300 milliós innovatív pályázat is, amit elnyertünk, és aminek a szervezése az már a nyáron elkezdődött, hiszen a Pánti Endre katolikus tagiskolánk már két tábort is maga mögött tudhat, illetve egy fecsketábort a leendő első osztályosoknak, és szeptembertől mi is bekapcsolódunk ebbe, most már ebbe a programba. Rengeteg táborozás vár ránk, nyelvi táborok, rengeteg délutáni program vár ránk, mindenki válogathat, azt hiszem, kedvére. Főként az egészséges életmódra épülnek ezek a programok. Nagyon sok kézilabda, kosárlabda, tömegsport, foci edzés, aki eddig hiányolta, hogy nincsen itt sport esetleg az iskolában, most kedvére válogathat, egészségnapok, balesetmegelőzési napok, de mindenképpen fontosnak tartom az informatika szakkört megemlíteni, a néptáncot, végül, de nem utolsó sorban a média szakkört, ami titeket érint, és ki lehet nevelni az utánpótlást például. A média szerepét egyébként is nagyon fontosnak tartom, mert hírt kell adni magunkról. Annyi sok jó dolgot csináltunk itt, és nem értesültek róla kellőképpen a városban. Büszkék lehetünk magunkra és a munkánkra, és ennek hangot is kell adni, és mi lehetne jobb, mint a média. Ha ti is hozzájárultok a munkátokkal, aztán újságokban, minden olyan fórumon meg kell mutatni magunkat, ahol megismerhetnek bennünket. És hát ez a média szakkör például erre is jó alkalmat adhat. Elkészítettük a pályázati ütemtervet, és mondhatom, hogy nincs olyan délután, ahol programok tömkelege ne lenne. De azt hiszem, hogy amit említettem, a nyelvi táborok is nagyon jó alkalmat adnak a további nyelvgyakorlásra, és azért gondoljatok bele, hogy ingyen egyhetes tábor a diákoknak mekkora lehetőséget nyújthat ebben anyanyelvi előadó tanárokkal akár. Tehát szép programokban gazdag tanév vár ránk. Én remélem, hogy számíthatok a munkátokra, számíthatok a diák önkormányzat munkájára, hiszen elmondtam a nevelőknek is, hogy egyetlen igazgató önmagában semmit sem tehet, bármilyen jó gondolatai vannak. Együtt kell dolgoznunk. Együtt kell dolgoznunk tanároknak, szülőknek és diákoknak. És azt hiszem, hogy javíthatjuk a megítélésünket, tovább haladhatunk azon az úton, amit Tóth Tibor igazgató úr már elkezdett. A jó munkát azt folytatni kell, és hát további ötletekkel kiegészítve, teli energiával várom ezt a tanévet. Köszönöm szépen az interjút. Hát srácok, azt hiszem, igen sem fogunk unatkozni. Én is köszönöm szépen.